Ki vannak mérve a nőpor tölteteink, nincs más hátra, mint a növedékek beszerelése. A növedékek beszerelése kapcsán azért előzetesen egy pár kérdést át kell beszélni. Megint vissza a könyvünkhöz. Látjuk, hogy az adott lövedék típushoz, mondjuk például ez a 10,3-as ervés lövedékhez, mindenhol megadják a teljes lőszerhozt. Ez Patronenlänge, vagy Länge, németül, angolul cartridge length lehet. Tehát ez a teljes lőszerhozt. Ez azt jelenti, hogy a könyvbe szereplő adatok az adott lövedékkel, adott lőport töltettel, az ilyen hosszúra szerelt lőszerre vonatkoznak, és ezt tekintik biztonságosnak, ezért vállalnak felelősséget. Mi történik akkor, hogyha eltérünk attól, hogy egy lövedék mennyire van belenyomva a hüvelybe? Több tényezőt befolyásol. Az egyik az az, hogyha a lövedéket beljebb nyomjuk, tehát csökkenti a töltényhüvely belső térfogatát, miközben a lőport töltet az változatlan. Ezt úgy hívják, hogy a töltési sűrűség nő. Tehát a töltényhüvelynek a szabad térfogata kontra a kitöltött térfogata, az változik. Minél nagyobb a töltési sűrűség, jellemzően annál nagyobb a kialakuló gáznyomás. Tehát főszabályként, hogyha ugyanazt a lövedéket beljebb helyezzük, akkor nagyobb gáznyomással számolhatunk. Erre vannak ellenpéldák, de ez azok már speciális esetek. Ha kijebb húzzuk a lövedéket, tehát nem szereljük olyan mélyre, akkor meg pont az ellenkezője történik, csökken a töltési sűrűség, és várhatóan csökkenni fog a kialakuló gáznyomás, illetve a lövedék kezdő sebessége is. Tehát azzal, hogy milyen lövedéket használunk a lőszerünkbe, illetve azt milyen mélyre szereljük be a töltényhüvelybe, ezen elég sok tényezőt tudunk befolyásolni, elég sok tulajdonságát a lőszerfegyverrendszernek. Most első körben ragaszkodjunk azokhoz az adatokhoz, amit a könyvben megadtak, tehát szeretnénk, hogy 77,3 mm hosszúra szereljük a töltényünket. Először ezt fogom bemutatni, hogy ezt hogy lehet elvégezni. Most a bemutatás érdekében egy kicsit csalni fogok, mert sajnos pont nem rendelkezünk a könyvben szereplő lövedékkel, de ez gyakorlatilag bármilyen 6,5 mm-es, ez az 2.64-es kaliberű lövedéken be tudom mutatni. Tehát itt, hogy figyelnek, akkor észrevetik, hogy csaltam. Mire lesz szükség a lövedék beszereléshez? Ugye kell a rés, ami az alapeszköz, kell a hüvelytalp rögzítő, amiről megbeszéltük korábban, hogy minden hüvelytalp vagy hüvelyperem mérethez létezik, kb. 30 féle van ebből. Ez az egyik legáltalánosabb méret, ami a 6,5-eshez van, 6,5x55-öshöz. Vágjunk. Kezdjük akkor vissza előre ezt. És szükségünk lesz még a növedék beszerelő szerszámra. Ez egy összetett szerszám, többiekhez képest is. Több funkciót lát el, mert részben lövedéket tud beszerelni, be tudja állítani a lőszer teljes hosszát, tehát a lövedék beültetési mélységét. Ez a szerszám vezeti meg a lövedéket, hogy egy tengelyű legyen a töltényhüvely tengelyével, tehát hogy ne ferdénk hajlán legyen beszerelve. Most szétszereltem. Illetve egyféle peremezésre, a hüvelyszájnak a lövedékre való ráperemezésére is alkalmas. Azt látjuk, hogy a matricába fog eltűnni a töltényhüvelyünk, tehát ez megvezeti a töltényhüvelyt, nem lötyöghet benne. Utána ezt egyébként ezt megmutatjuk, hogy a lövedékkel együtt helyezzük a matricába be a töltényhüvelyt, és a töltényhüvely besajtolása közben ez az ellendarab, ez fogja majd a lövedékünket a helyére préselni. Na akkor látjuk, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Egy lövedékünk az nem veszett el, mert szerencsére nem a csúcsára esett, tehát nem látszik rajta a deformáció. Összeszerelem a matricát. Most először olyan lövedéket fogunk betölteni a hüvelyünkbe, bemutató jelleggel, amelyiken nincsen peremező horony, tehát teljesen sima a felülete, nincs hova belehúzni a lövedékbe a hüvelyszája. Tehát most nem fogunk peremezni, a peremezetlen töltést mutatom először. Töltényhüvelyt be kell helyezni a hüvelytalp rögzítőbe, a hüvelyrögzítőbe.
és a présta legfelső állásba kell mozdítani. Utána betekerjük a lövedékbeszerelő matricát. Addig kell ezt tekerni, amíg a matrica a hüvely szájon fel nem ütközik. Most felütközött. Felütközött a hüvely szájon a matrica. Egy picit vissza, még egy negyed fordulatot vissza kell tekerni a matricán, és a kontra anyával rögzítjük a matricát. Ez most már fixen a helyében. Ezzel most azt értük el, hogy a töltényhüvely akadálytalanul el tud süllyedni a matricában, de peremezés nem történik. Most jön a lövedékbeültetési mélységbeállítása. Fogjuk a lövedéket, kézzel ráhelyezzük a hüvelyszájra. Szépen finoman bevezetjük a matricába. Itt érdemes vigyázni, hogy ne menjen vele az ujjunk. Akkor erőkarral dolgozik egy ilyen prés, egy pillanat alatt véres eseménnyé változik a szerelés. Szépen benyomjuk, most megindult a lövedék. Kihúzzuk. Ezt a munkafolyamatot egyébként, ezt nagyon javasolom, abszolút töltet nélküli, csappantyú nélküli, de az összes többi töltényhüvelyünkkel megegyező módon visszaalakított hüvellyel végezni. Azt is elmondom, hogy miért majd a későbbiekben. Tehát most ebben optimális esetben nincs se csappantyú, se műport töltet, de vissza van alakítva a hüvely eredeti méretére. Beszereltük ennyi a növeléket. Előbb arról beszéltünk, hogy 77,3 mm hosszúságúra szeretnénk a töltényt. Egy tolómérős ellenőrzés, ezt most borítékolom, hogy hosszú lesz. Majdnem 82 mm, tehát itt össze kell nyomni még szinte 5 mm-rel a töltényünket. Ez a következőképp működik, a növedék beültető matricát egy kicsit beljebb tekerjük. Ugyanezt a mintatöltényt ezt berakjuk. Kicsit mélyebbre nyomtuk a növedéket. Újabb ellenőrzés. 81 mm-t ment beljebb, hát ez még bőven kevés. Tekerünk még rajta. Alakul. 79,4. Még mindig. ...78,6, már nem kell sok. ...77,9, már csak néhány tized. ...77,64. ...77,32, ne legyünk maximalisták, ez jó lesz. Tehát innét kezdve, hogyha egy újabb töltényhüvelyt meg egy lövedéket berakok ebbe a matricába, akkor az mindig erre a méretre fogja a töltényünket elkészíteni. És most mondom el, hogy miért készítettük ezt a mintadarab töltényt. Tudjuk ebben, ha nincsen csappantyú, nincsen lőkor, ezt félre rakhatjuk. Ha legközelebb szeretnénk egy ugyanilyen töltetű töltényt készíteni, nagyon egyszerű dolgunk van, megmutatom, hogy mi a teendő. Hát most tételezzük fel, hogy valami egész más töltényt töltöttünk ezen a matricával, mint amit korábban mutogattam, hogy kell beállítani. És most megmutatom, hogy miért tettünk félre, és miért javaslom mindenkinek, hogy ha van valami bevált töltete, akkor tegyen félre egy mintadarab töltényt, amiben nincs csappantyú és nőpor töltet, viszont benne van szerelve egy lövedék. És ennek segítségével nagyon egyszerűen vissza tudjuk állítani a matricánkat arra az állapotra, amilyenben az volt akkor, amikor ezt a töltényt szereltük. Megmutatom, hogy ez hogy néz ki. Tehát a mintatöltényt berakjuk a hüvelyt rögzítőbe, szokás szerint a legfelső állapot. Jól ki van tekerve a lövedékbeültető szerszám, jól fent van a kontrollja, hogy akadálytalanul tudjuk betekerni. Az első, amit tennünk kell, betekerjük koppanásig a matricát.
Töltény hüvely szájra, egy hangya fülnyit vissza, kontrahangya. És következő lépcső, hogy a lövedék beültető szerszámot is koppanásig rátekerjük a lövedékre. Ennyi volna. Kivesszük, most mutatok egy példát erre. Fogom a következő töltényt. Ezt elméletileg már ugyanakkorára szereli a szerszám, mint a korábbit. Úgy tűnik igazat mondtam.